Vetőmag akciót indított az önkormányzat annak érdekében, hogy a csömöri kertek legyenek termőkertek is. Az ingyenes vetőmagokat április végéig lehet igényelni. A program hosszú távú, a következő években is folytatódni fog. Az igényelt vetőmagokat a Csömörsport Kft. Munkatársai díjmentesen szállítják ki, a jelenlegi biztonsági előírásoknak megfelelően, szájmaszk és gumikesztyű használatával. Onahusz Erzsébet képviselőtársam, a környezetvédelmi tanácsnok. Arról beszéltünk, hogy jó lenne elindítani azt a mozgalmat, aminek az a lényege, hogy a csömöri kertek termeljenek is valamit, hiszen nagyon szép díszkertekkel van teli a település, de én is emlékszem még arra az időszakra gyerekkoromból, amikor szinte minden házban, minden kertben veteményes kert volt, gyümölcsfák voltak. Most már ez csak egy kis részére jellemző a településünknek. Ez érték. Igaz, most ez a válságos helyzet döbbent rá sokunkat arra, hogy a kertünk az termelni is tud, hogyha foglalkozunk vele, egészséges, veteményes kertet, hogyha készítünk, akkor olyan lehetőségeink lesznek, hogy bármikor leszedhetjük a remélhetőleg vegyszermentes zöldségeket, az asztalra saját termés kerülhet. Én azt gondolom, hogy ez a mostani akció, ami azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek biztosítsuk otthon, hogyha akár új kertet, akár régi kertet bővíteni szeretné, vetőmagokat, ingyen vetőmagokat. Ez beleillik abba a településfejlesztési koncepciónkba, amit már egy jó ideje képviselünk, hogy a mezőgazdasági területeket, a természeti környezetet próbáljuk meg minél nagyobb arányban megtartani. Nagyon sok ilyen intézkedést hoztunk már a korábbiakban is. Ez az akció sem csak ennek a veszélyhelyzetes időszaknak szól, szeretnénk a jövőben fenntartani és évről évre megismételni. Olyan vetőmagokat válogattam össze, amelyek alapvetően szükségesek a konyhában. Fehérrépát, sárgarépát, hagymát, borsót, babot, uborkát, spenótot, tököt. Azt hiszem körülbelül ennyit választottam ki ebbe a bizonyos kis mintakertbe, amelyben 4 ágyás van, és ezekben az ágyásokban vetésforgó rendszerben kerülnek elültetésre a magok. És a vetésforgó azért fontos, mert egyrészt a növények bizonyos tápanyagokat választanak ki, vagy szívnak fel a növény a talajból, és ez miatt kimerülnek a talajok, hogyha mindig ugyanoda és ugyanoda ültetjük az egyes növényeket. Ezért nagyon előnyös, és tulajdonképpen a növényvédelem alapja az, hogyha vetésforgót használunk. Hogyha minden évben egy ágyással arrébb ültetjük az előző ágyásban lévő magot, akkor gyakorlatilag 4 év múlva kerül ugyanoda vissza egy bizonyos növény, és így biztosítva van az, hogy a kártevőt ne támadják meg olyan gyorsan, illetve nem merüljön ki a talaj. A magok összeválogatásánál az is szempont volt, hogy a csömöri gazdáktól megkérdeztem, milyen növények azok, amik itt szeretnek élni, jó termést hoznak, és azokat az információkat kaptam, hogy a paradicsom, a borsó és uborka. Ez a 3 növény, ami nagyon szereti a csömöri talajt, és régen nagy mennyiségben termesztették is itt ezeket, de hát a többire is szükség van. Én azt gondolom, egy kiskertnek ezeket a növényeket alapvetően tartalmaznia kell, amiket beválogattunk a bizonyos 10 mag közé. Bátran vágjanak bele, nem nagy ördöngösség a konyhakert művelése, és azt mondanám, hogy nagyon fontos viszont az, hogy a magtasakokon jelzett vetési időt, azután azt, hogy milyen mélyre kell vetni a magokat, milyen tő- és sortávolságokat kell tartani. Fontos ezeket a szempontokat, megadott méreteket betartani, mert ezek biztosítják azt, hogy a növények megfelelően működjenek. Illetve még azt mondanám, hogy egy folyamatos gondozással műveljék a kertjüket. Amikor ott van bizonyos műveleteknek az ideje, akkor azt tegyék meg, és ezeket az interneten felelhető mindenféle hasznos, jó videókban megtalálják. Nagyon sokat lehet tanulni az interneten bemutatott módszerekből, tanácsokból.